Ma vadast fogok készíteni. Ennek az alapanyaga a vadhús, ami Zalában nagyon gyakran beszerezhető és nagyon könnyen, hiszen van itt olyan vadhűtőház, ahova frissen vadászott húsokat beszállítják. A vad az egyik legegészségesebb húsunk, hiszen abszolút bio, nem eszik semmi mesterséges táplálékot, és abszolút zsírmentes. Tehát nagyon könnyen, nagyon egészséges ételeket tudunk belőle készíteni. A vadasmártás alapjához lehetőleg friss kerti zöldségeket használjunk, és biogazdálkodásból származó fűszereket. A vadasmártás Zalában egy hagyományos étel, általában ünnepkor készítették. Többnyire szeletben sütötték meg a húst, nem egyben, de vannak olyan családi receptek, amik egyben pácolva, hosszas pácolás után készítik el ezt a húst, de mi most az igazi, hagyományos receptet követjük, ahol szeletben hirtelen sütve készül a hús, és utána pedig együtt rotyog a finom pikáns mártással. A vadas körete lehet kifőtt tészta, főtt rizs, de én ma zsemlegombóccal fogom elkészíteni. A vadas hozzávalói. Pár szelet vadhús, ez lehet vaddisznó, vagy akár őz, vagy akár szarvas. Kell hozzá sárgarépa bőven és zöldség. Vörös hagyma, egy kis cukor, egy kis só, mustár ízlés szerint, liszt, tejföl, fűszerek és egy kis zsír. Először is a vadashoz a húst megpirítjuk egy kevés zsíradékban. Kérget sütünk rá. Jól felforrósítjuk az edényünket. És amikor ez a zsír jó meleg lesz, szépen gyönyörű pirosra sütjük benne hirtelen a szeleteket. Kicsit pattogni fog, de ez pillanatokon belül elmúlik. Lehetőleg minden oldalát süssük körbe a húsoknak, és így zárjuk bele a finom nedvességet és aromát. Ha kell, akkor többször átforgatjuk, hogy szép piros kérget kapjon. Ha megpirult a hús, akkor egy nagyobb fazékba áttesszük, amíg a zöldségeket is lepirítjuk ebben a finom maradék pecsenyelében. Egy kis zsírt teszünk még az edényünkbe, megvárjuk, míg egy kicsit fölmelegszik, és ezután megpirítom benne a zöldséget és a sárgarépát. Kicsit ezt is körbepirítom, mert ezáltal a sárgarépában lévő cukrok kicsit karamellizálódnak, pikáns ízt adva ezzel a mártásunknak. A megpirított zöldségeket átpakoljuk a húsos edénybe, és utána készítek egy kis mártást ebben a lében. Most készítek ebben a lében egy kis zsíradék hozzáadásával egy könnyű rántást, amiben először is kevés cukrot pirítok. Amikor látom, hogy már karamellizálódik, akkor igyekszem keverni, nehogy odaégjen, és egy kis liszttel leszórom. Amikor a lisztünk már szép színt kapott, akkor egy kis vízzel felöntöm és gyorsan elkeverem, nehogy csomós legyen a rántásunk.
Ezt a gyenge rántásunkat fölöntjük a maradék vízzel, körülbelül egy 2 liternyivel, majd ezt a levet ráöntjük a húsra és a megpirított zöldségekre. A gyenge rántással felöntött pirított zöldségeket és pirított húst áttesszük kislángra, majd befűszerezzük. Berakjuk a vadasmártás alapunkba a vöröshagymát, amit egészben hagytunk, és a fűszereket. 1-2 babérlevélt, egy pár kis citromhéj darabot, szegfűszeget, szegfűborsot, fekete borsot egészben, és egy kis sót. A befűszerezett vadasunkat lefedjük, és addig, amíg a hús puhára nem párolódik, addig kislángon hagyjuk. A zsemlegombóc hozzávalói. Felkockázott zsemle, 2 tojás, egy kis meleg tej, apróra vágott petrezselyem zöldje, egy kis zsiradék, apróra vágott pirított hagyma, liszt és só. Egy nagyobb fazékba teszek fel vizet forni, amiben rakok egy kis sót, ebbe fogjuk a zsemlegombócokat kifőzni. Felforrósítjuk a zsiradékot, és ebben egy kicsit megpirítjuk a zsemlekockát. Hogyha megpirult a zsemlekocka, átborítom egy nagyobb keverőtálba, hogy elkészítsem a zsemlegombóc alapmasszáját. A pirított zsemlekockát meleg tejjel meglocsoljuk, és hagyjuk egy kicsit ázni, hogy magába szívja a tejet. Az ázott zsemléhez hozzáteszünk egy kis sót, ízlés szerint, körülbelül 2 csipetnyit. Petrezselyemet jócskán. Ahány zsemlét kockáztunk fel, annyi tojást rakunk hozzá. Berakjuk a pirított hagymát. És ezt egy kicsit összekeverjük. Amikor ez az egész már egy masszává állt össze, egy kis liszttel, körülbelül 4 evőkanállal teszek bele. Összekeverem, és meglátjuk, hogy milyen lesz az állaga. A zsemlegombóc masszája akkor megfelelő, hogyha galuska tészta sűrűségű. Ha a víz a fazékban felforrt, szépen beleszaggatjuk a zsemlegombócot. Egyszerre ne rakjunk bele sokat, mert kicsit megduzzadnak. Megvárjuk, amíg feljönnek a víz tetejére, és körülbelül még egy percig csendesen főzzük. Ha a zsemlegombócaink megfőttek, hevített zsiradékba szépen megpirítjuk őket. A zsemlegombócnak minden oldalát megpirítjuk, és tányérra tesszük, a vadas tálalásáig melegen tartjuk. Úgy nézem, hogy elkészült a vadasunk, alapja, megpárolódott a hús és megpuhult a zöldség. Most külön vesszük őket és elkészítjük a mártást. Most pedig a hússal együtt párolódott zöldségeket lepürésítem. Az összepürésített zöldségeket összeforraljuk a húslével. Hogyha beleraktuk az összepürésített zöldségeket, rakunk bele egy kis mustárt is, és megsózzuk.
Amíg ez a pürésített zöldség és a húslé összeföl, addig elkészítjük a habarást. A habaráshoz körülbelül 2 deci tejfölt veszek, és 2 csapott evőkanál lisztet. Csomómentesre keverem, és fölengedem a pürésített vadaslével. Most pedig behabarjuk a máltásunkat. A muravidéki szakácsművészetben nagyon sokféle ízletes, vegetariánus étel szerepel. A káposztás kocka az egyszerűsége miatt maradt meg a legkedveltebb ételek között. A lassan pirított káposzta és hagyma különleges kissé karamelles ízt alkot, amihez a kifőtt házi tészta remekül illik. Hozzávalók. Egy közepes nagyságú káposztafej, 2 fej apróra vágott hagyma, 1 evőkanál barna cukor, 1,5 deciliter víz, illetve amennyi szükséges, kömény, só, durvára őrölt bors, 4 kanál napraforgó olaj, 500 g házi készítésű kockatészta. Egy serpenyőben az olajat felmelegítjük. Beleteszünk egy evőkanál barna cukrot, kicsit pirítjuk, majd hozzáadjuk az apróra vágott hagymát. Amikor a hagyma már szépen megsült, beleöntjük a felaprított káposztát. Megszórjuk a köménnyel, sózzuk, és kevés borsot őrlünk rá. A hagymás káposztát a fűszerekkel összekeverjük, és fedő alatt pároljuk. A sós vízben főtt, leszűrt kockatésztát a párolt káposztához öntjük, jól összekeverjük, hogy a tészta is átmelegedjen.
gombát fogok főzni. Ez az étel a Góborhegyről kapta a nevét, amely Zalaszszentlót mellett található. A góborhegyi borosgazdák a hegyre felfelé menet szokták beszerezni a hozzávaló vadon termő gombákat, a hegyen pedig a szőlősorok között mindig termett zöldség és sárgarépa. A góborgomba hozzávalói: olaj, borcs, vöröshagyma apróra vágva, só, sárgarépa és zöldség, tejföl és gomba. Először is a góborgombához az olajat felhevítem. Ebbe pedig megdínsztelem a hagymát. Amikor a hagyma kezd pirulni, hozzáadjuk az apróra vágott sárgarépát és fehérrépát. Sózzuk, borsozzuk és lefedve pároljuk. Látom, hogy megpárolódott félig meddig a sárgarépa és a zöldség, most belerakom a gombát, hogy együtt párolódjanak készre. Átkeverem, és még egy kicsit hagyom, hogy hadd érjenek össze az ízek. Amikor a zöldségek összepárolódtak, tejföllel bekeverjük és tálaljuk a góborgombát. A tojás mindig a fehérjék fontos forrása volt, ezért nagyra értékelték és takarékoskodtak is vele. Ez főként a téli időszakra volt jellemző, amikor a tyúkok ritkábban tojtak. A fontosabb mezőgazdasági munkák idején gyakran készítettek uzsonnára tojásos ételeket, mivel a háziasszonyok ezt rövid idő alatt az asztalra tudták tenni. Paprika és paradicsom szezonban népszerű étel volt a szátarás, hiszen a pirított paprikához, paradicsomhoz és hagymához csak hozzá kellett adni a felvert tojást, és rövid sütés után egy karé háziros kenyérrel már is tálalni lehetett. Hozzávalók 4 személyre: 300 g apróra vágott érett paradicsom, 200 g apróra vágott zöld paprika, 200 g apróra vágott vöröshagyma, 4 gerezd apróra vágott fokhagyma, só, bors, apróra vágott petrezselyem, 4 tojás, 50 ml napraforgó olaj. Egy serpenyőbe olajat teszünk.
Hozzáadjuk a vöröshagymát, a fokhagymát, összekeverjük és sütni kezdjük. Amikor a hagyma már félig megsült, a serpenyőbe öntjük az apróra vágott zöld paprikát, összekeverjük a hagymával, és fedő alatt pár percig pároljuk. Ha a hagyma és a paprika már egy kicsit összesült, hozzáadjuk az apróra vágott paradicsomot. Egy tálba felütjük a tojásokat, villával könnyedén összekeverjük, borsozzuk és a sült zöldségekre öntjük. Megsózzuk, megszórjuk az apróra vágott petrezselyemmel. Közepes lángon kevergetve készre sütjük. A diós laskai szintén egy szüreti, kukoricaszedéses időszakra való borkorcsolya. A férfiak bor után szívesen fogyasztották. Hozzávalói fél kiló liszt, egy csipet só, egy pohár tejföl, 2-3 marék daráldió, egy tojássárgája, 20 deka zsír és 2 evőkanál kristálycukor. A diós laskához a lisztet kiterítettük a gyúrótáblára, beleraktunk egy tojássárgáját, belerakjuk a zsírt. A tejfölt. Egy kis sót. A cukrot. Majd pedig a diót. Ezt pedig szépen összegyúrjuk. Amikor már összeállt a tésztánk, akkor egy kis gömböt formálunk belőle, kicsit pihentetjük.
Egy kis lágy zsírral kikenjük a tepsinket. Minden sarkát kikenjük, hogy sehol ne ragadjon le a tésztánk. Kellemesen ropogós legyen az alja. Most pedig kis pingpong labdányi gombócokat formálunk a tésztából. Kezünk között egy kicsit meghengergetjük, megnyomogatjuk. Villával vagy késsel motívumokat szórunk bele. Bele rakjuk a tepsibe. Igyekszünk nagyjából egyforma gömböket formálni, hogy egyszerre süljenek meg. Ezt a süteményt süthetjük kemencében is, ahogy régen, autentikus módon, viszont süthetjük akár villanysütőben 150-180 fokon, akár gázsütőben közepes fokozaton, körülbelül 20 perc alatt kész. A kemencét a sütés előtt 3 órával gyújtsuk be, hogy megfelelő hőmérsékletű legyen a sütésnél. Régen a mindennapi muravidéki étkezés jellemzően húsmentes volt. A húsételek csak kivételes alkalmakkor kerültek az asztalra, egyházi, családi vagy állami ünnepeken. A legfontosabb élelmiszert adó állatcsoport a szárnyasok voltak. A libák, kacsák, tyúkok nem csak a húsuk miatt voltak fontosak, hanem a tojásaik miatt is. A szárnyas húst is jellemzően különlegességnek tekintették. Az egészben sült szárnyasok, márton napkor vagy karácsonykor a bőséget szimbolizálták, egyben köszönetet mondtak vele a természetnek, az Istennek a bőtermésért. A tyúkhúslevesnek is kitüntetett, szinte rituális szerepe volt. Köleskássával töltött csirkecombot készítünk. Hozzávalók. 4 csirkecomb, 100 g főtt köleskása, 1 kanál aprított petrezselyem, 2 kanál aprított tökmag, 50 g pirított hagyma, 50 g reszelt sajt. A marinírozáshoz és a hús sütéséhez 1 kanál étolaj, 1 kanál sötét szójamártás, só és bors, 200 g durvára vágott leves zöldség. A csirkecombokat kicsontozzuk. A felső comb húsát ledaráljuk, összekeverjük a főtt köleskásával és a többi hozzávalóval. Tölteléket sózzuk,
borsozzuk és megtöltjük vele a combokat. Combokat olajjal, sóval és borssal marinírozzuk, hozzáadjuk a durvára vágott leveszöldséget, és a sütőben 160 fokon 30 percig sütjük. A megsült, töltött csirkecombokat salátával és a tepsiben sült zöldségekkel tálaljuk. Hidegen, szeletekre vághatjuk, és kenyérrel, előételként is kínálhatjuk. Ma tyúkhústevest fogok főzni, megmutatom azt a receptet, amit én is a nagymamámtól tanultam. A tyúkhústeves hozzávalói egy igazi falusi tyúk. Ezen kívül még kell hozzá mindenféle zöldség, körülbelül egy fél kisebb karalábé, az ellerből egy kisebb gumó, sárgarépa jócskán és fehér répa. Kell hozzá egy közepes fej hagyma, vörös hagyma, kell hozzá 3-4 gereszt fokhagyma, és nem árt, hogyha egy piros csöves paprikát is teszünk bele, amitől gyönyörű színt kap a leves, de mégsem teszi zavarossá, mint ugye az őrölt piros paprika. Kell hozzá egy kis só, egy kis egész bors, amiből pár szem elég, és kell hozzá babérlevél, és természetesen víz. Először is beletesszük a fazekunkba a tyúknak a részeit, először a nagyobb darabokat, majd aztán a kisebb alkotó elemeket. Minden részét felhasználjuk, amin van egy kis hús. A lábát is beletesszük, mert isteni ízanyagok oldódnak ki belőle. Miután feltettük a húst, felöntjük vízzel, és utána, miután felforrt, leszedjük a habját, ami keletkezik rajta, és ezek után fogjuk bezöldségelni és befűszerezni. Azokat a zöldségeket használom, amik nálam kint megteremnek a kertben, tehát abszolút bio alapanyagokat használok fel a tyúkhústeves készítéséhez. Most pedig lehabozzuk a levest. Fontos, hogy minden lehetőség szerint minden habot leszedjünk róla, mert akkor kapunk igazán áttetsző és gyönyörű aranyszínű húslevest. A húslevest mindig takarékon főzzük, hogy éppen hogy csak gyöngyözzön, mert így oldódnak ki igazán a húsból a finom ízek és aromák. A húslevesbe először is az egész vörös hagymát,
és a fokhagymát tesszük bele. Ezek után a piros csöves paprikát, majd a sót. Ezek után beleteszünk egy kisebb babérlevelet és pár szem fekete egészborsot is. Miután befűszereztük a levesünket, ezek után jöhetnek bele a friss kerti zöldségek. Egy kisebb gumózeller, egy közepes fél karalábé, néhány sárgarépa, és kicsit kevesebb fehérrépa. Rakunk bele egy kis szerecsendiót is. Letakarjuk a fedővel, és körülbelül 3 órán át főzzük lassú tűzön csendesen. Elkészült a húslevesünk. Most pedig kiszedjük belőle a főtt húsokat. És a zöldségeket. Átmerjük egy kisebb edénybe a levét, és ezek után pedig belefőzzük a tésztát. A cérnametél Zala megye legkedveltebb levesbetétje. Én is ilyet fogok belefőzni a húslevesbe. Ezt ugyan már nem én gyúrtam, hiszen régen a háziasszonyok ezt otthon készítették, saját alapanyagból, viszont olyan kis termelőtől vásároltam, aki abszolút megbízható alapanyagokból készíti ezeket a tésztákat. A tyúkhúsleves cérnemetéltel és levesben főtt sárgarépával tálaljuk. Uborkamártást fogok készíteni. Az uborkamártás egy közkedvelt étel Zala megyében, hiszen a húslevesben főtt húsokhoz ebben a térségben általában mártásokat szoktak enni. Nagyon széles a tárháza ezeknek a mártásoknak, viszont az uborkamártásra azért esett a választásunk, hiszen minden hozzávaló megtalálható még a téli időszakban is a kamrában, amit akár saját magunk is előállíthatunk, ugye a nyáron eltett ecetes uborkát, ilyenkor felhasználhatjuk egy jó ízű mártást és pikáns mártást tudunk belőle készíteni a vasárnapi húsleves után. Az uborkamártás hozzávalói: apróra szeletelt ecetes uborka, húsleves, tejföl, egy kis zsír, cukor és liszt. Az uborkamártáshoz először is egy picike kis zsírt hevítünk, és utána lisztet rakunk bele, készítünk egy vékony rántást. Kevés liszttel csináljuk a rántást, mert habarás is kerül majd a mártásunkba. Ha csomómentesre kevertük a rántást, akkor rakunk bele egy kicsike kis cukrot. Körülbelül egy kávéskannállal. Kicsit nagyobb lángra tesszük, karamellizáljuk, és mikor úgy látjuk, hogy kezd barnulni, akkor fogjuk belerakni a kockára vágott savanyú borkát. Felengedjük húslevessel, ez adja meg a mártásunknak a levét. Megvárjuk, amíg felforr és elkezd puhulni az uborka, utána pedig be fogjuk habarni. Addig elkészítjük a habarást. A habaráshoz körülbelül 2 deci tejfölhöz adok 1 evőkanál lisztet. Ezt csomómentesre kikeverem, majd a mártás levével kicsit higítom a habarást. Az uborkamártáshoz húslevesben főtt húst tálalunk.